Vasárnap a megyei másodosztály déli csoportjának 10. fordulójában a tabellán 8. Baja Szent István a 2. János Halmát fogadta. A találkozó a kékmezes vendégek rohamaival kezdődött, és a fölényük a 18. percben érett góllá. Popán lövését még védte Molnár, de Jeszenszky közeli ismétlésébe már csak beleérni tudott. 0-1. 6 perc múlva jött a 2. János Halmi gól. Ekkor Giesinger szerzett labdát az ellenfél térfelén, majd rövid labdavezetést követően okosan a hosszúba passzolta a labdát. 0-2. A 30. percben az első valamire való támadásából szépített a Szent István. Egy baloldali beadást Fabó készített le Szűcsnek, aki laposan a hosszúba lőtt. Szünetre 2-1-es János Halmi előnnyel vonultak a gárdák. A 2. játékrészt a Szentetyén kezdte jobban, mégis az 50. percben Sánta Tamás révén újabb vendéggolt láthattunk, mely talán a legszebb volt a találkozó 8 találata közül. 1-3. Az 55. percben ismét szépített a Baja Szent István, miután egy gyatran elvégzett szöglet utáni kavarodásnál Puskás eszmélt a leggyorsabban. 2-3. Mielőtt azonban élettek volna a hazai remények, a 60. percben egy pontos baloldali beadást követően Nagy Torma megszerezte a 4. János Halmi gólt, ami mindent eldöntött. Ráadásul a 71. percben Farkas, a 73-ban pedig Popán fejelt szöglet után Molnár hálójába, így kialakult a 6-2-es végeredmény, ami a látottak alapján abszolút megérdemeltnek mondható. Hát én úgy gondolom, hogy a mérkőzés összképe alapján sokan nagy varámbé is nyerhettünk volna, nagyon jól játszottunk, sajnos a helyzetek kimaradtak az első fél időbe. Én úgy gondolom, hogy egy jobb csapat vagyunk ilyen pillanatban, mint a Baja Szent István. Sajnos elég tartalékosan álltunk föl, több hiányzónk is volt, és a János Halma az egyik legjobb csapat a megyei másodosztályban, és sajnos megérdemelten nyertek, azt kell mondjam, még ilyen különbséggel is. Ez rövid hosszas játék, amit játszunk, ebben mi mindig tudunk fejlődni, hiszen még van egy pár játékos, aki még nem elég labdabiztos, még nem egészen érzett rá, azon vagyunk, hogy ezt kiküszöböljük még jobban, illetve a védekezésünk az, ami még egy kicsit kívánni volt, hogy maga után. Kicsit visszaestünk az edzés látogatottságba is, ugye itt munkai problémák is vannak, amiatt nem tudunk. A vezetőség most elkövet mindent azért, hogy legyen világításunk, nem az egész pályára, de pályának az egy harmadát be tudjuk világítani, onnantól kezdve visszatérünk az esti edzésekre, és az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb létszámba tudunk vészelni rajta. Két hete beszélgettünk utoljára, akkor mondtad, hogy jönnek a nehezebb meccsek, ez bejött. Igen, hát ugye a múlt héten Kelebián voltunk, 7-2-re kaptunk ki, most itthon 6-2-re, és egy hasonlóan erős Dusnokhoz látogatunk a jövő héten, nagyon-nagyon remélem, hogy több sikerrel. Valószínűsíted, hogy 5-2-re fogtok kikapni? Elképzelhető, de remélem, hogy nem így lesz. Mivel a Mékút odahaza csak döntetlent játszott a Sükösdel, így a János Halma átvette a vezetést a tabellán. Ez nem ijeszti meg a csapatot, hiszen bár még korai róla beszélni, de hosszú idő után van egy olyan alakulat a megyei másodosztályban, akinek a céljai közt a feljutás is szerepel. Meg kell beszélnünk a játékosokkal, hiszen van egyetemistánk, főiskolásunk, olyan munkahelyi problémák is vannak, hogy rendőrök, és nem tudjuk, hogy ki az, aki be tudja vállalni megy első osztályt, és ki az, aki esetleg lemorzsolódik. Mert nyilvánvaló erősítésre szól a csapat abban az esetben, hogyha feljebb lépnék egy osztálya. Zárásként nézzük a forduló összes eredményét. Bácsbokot Felső Szent Iván 1-2, Kacsmár Bácsborsót 6-3, Mékút Sükösd 1-1, Csávoly Hajós 1-4, Szeremledusnak 1-3, Érsekcsanád Kelebia 0-1. Mint már említettük, a tabellát 25 ponttal a János Halma vezeti, a 24 pontos Dusnokot, a 23 pontos Mékutot és a 22-22 pontos Kelebiát és Hajóst megelőzve. Ezután 8 ponttal leszakadva a középmezőny következik, amit a Nemes Nádudvar vezet, a Baja Szent István 11 ponttal a 9. We'll be right back.